A 85. ünnepi könyvhéten vagyunk, és egy olyan szerzővel beszélünk, aki több nevet használ, többféle műfajban dolgozik, és szemlátomást nem mondja meg az írást. Meg tudod mondani, hogy annak idején mi vitt rá, hogy megírd az első regényedet? Általában ezek gyermekkori indítatások. Gyanítom, minden író már gyermekkorában is író szeretett volna lenni. Én is így voltam ezzel, hogy megszerettem az olvasást, és a első mesekönyvek után elkezdtem ilyen romantikus történelmi regényeket írni, és ezek elrepítettek engem olyan világban, ami nekem tetszett, és felnőtt koromban ezek a dolgok aztán úgy változtak át, hogy én magam is elkezdtem regényeket írni. És amely történetet gyermekkoromban nem találtam meg, de szívesen olvastam volna róla, azt felnőtt koromban fölvállaltam és megírtam. Tehát ezek olyanok. Tehát az ember íróként a gyermekkori álmait éli tovább, vagy valósítja meg. Tehát én gyakorlatilag igen, a gyermekkor álmait viszem tovább. De akkor, ha jól gondolom, elég sok álmod volt, hiszen jó pár könyved, tizenvalány könyved megjelent az eltelt évek alatt. Nekem fura, mert van egy-két kortárs szerző, aki többféle műfajban kipróbálja magát, meg folyamatosan alkot, de azért nem jellemző. Még szükséges ahhoz, hogy valaki egyszerre tudjon gyerekkönyvet, meg történelmi regényt írni mondjuk? Igen, hát író, úgy vélem, író igazából egyfajta van, tehát ki kell derülnie annak idejekorán, hogy az ember tud-e történetet mesélni, mint őseink a tűz mellett, vagy nem. És végül is egy jó könyv nem más, mint történetmesélés. Egy sztorinak a közlése, amely más embereket érdekelhet, sőt, élvezik is ezt a sztorit. És végül is, hogy az embert mi viszi arra rá, hogy mindenféle regényt, könyvet írjon. Tehát elsősorban az, ugye, amit már említettem, az írástudománnyal való jobban levés, jobban lenni az írástudománnyal, másik pedig ugye az embert feszegetik a témák, és én például úgy vagyok ezzel, hogyha kigondolok egy nagyon jó témát, azt még nem biztos, hogy megírom, de évekig hordozom magamban, és évekig hordozok rengetegféle témát magamban, és soha nem tudom igazából, hogy mikor érik könyvé egy téma, és miközben írom a regényemet, már arra vágyom, hogy ezt befejezzem, mert valami újabb téma megint elkezdett feszegetni. Te ezek a dolgok öntörvényűek ám. A téma néha maga határozza el, hogy meg kell írnom. Nem is én döntök így. Ezt az évekig való érlelést, akkor ez gondolom kapcsolatban van részben avval is, hogy tagja vagy a TRT-nek, a Történelmi Regényírók Társaságának, ahol, ha jól emlékszem, azért egy alapfeltétel, hogy megalapozott, hiteles, forrásoknak után járó munka után szülessenek meg regények. Jól gondolom, hogy akkor részben ezért is léptél be ebbe a társaságba? Ez így igaz is, meg nem is. Tehát vannak a történészek, és vannak a történelmi regényírók. A történész nem biztos, hogy tud jól történetet leírni. A történész jól tud kutatni. Az író, az pedig a történelmi témákat, azokat le tudja írni. Valójában manapságban minden író, minden történelmi regényíró afféle alternatív történelmi regényíró, mert a hitelesség azért a fikcióval erőteljesen keveredik. Én megpróbálok hiteles lenni, de természetesen a könyvekben mindig vannak tévedések, minden regényíró tévedhet, mert nem lehet akkora tudásunk, hogy egy fél év alatt, mondjuk fél év alatt megírok egy regényt, hogy fél év alatt gyakorlatilag arról a korról mindent fölhajtsak, mindent megtudjak. De végül is, ha az alapsztori, amire épül az egész, hiteles, akkor én már beleteszem a saját szereplőimet, amelyek úgy, ahogy ők megélték ezt a dolgot, úgy meg is történhetett. Nem biztos, hogy megtörtént, csak megtörténhetett. És ezt hitelesnek vélik az emberek, és ennek örülök persze, mert hát ez a hiteles történelmi regény. A másik az dokumentáció. Tehát egy történész dokumentumot ír, egy történelmi regényíró, meg egy sztorit.
Egészen más a következő kérdésem. Vándor serlegről már hallottam, vándorzászlóról is, de vándorbaltáról még nem. Az asztal alatt legalábbis egy erősen kézi fejszére emlékeztető valami lappul, amit pár órával korábban egy másik történelmi regényíró asztalán láttam. Ennek van valami története, vagy mit keres nálad, vagy mesélni erről valamit? Az utóbbi időkben az Urbánszki Laci barátom, ő is történelmi regényíró. Úgy szoktunk megjelenni, hogy ilyen harci bárdokkal hadonászunk. Figyelemfelkeltés. És az embereknek úgy tetszik ez. Mindig valami fegyvert kezünkbe fogunk, legyen az bármi, egy buzogány, vagy kard, vagy harci bárd, és ezzel is demonstráljuk azt, hogy mi történelmi regényírók vagyunk, és tessék odafigyelni, mert ugye ezeket a szerszámokat régen valakik használták, és mi a regényeinkben erről írunk, tehát igen, ezzel is láthatóvá tesszük, hogy mi mennyire vonzódunk a régi dolgokhoz, a történelmi tárgyilag is, meg ugye regényekben is. Tehát ez az asztal alatt lévő magyar harci bárd, ez Urbánszki Laci gyártmánya, ő készítette, de hagyományos mintára, tehát hasonlít azokra a régi fegyverekre. Bánmúrnak is van egy kedvenc korszaka a magyar történelemből, legalábbis az eddigi könyv alapján. Úgy nézem, hogy a Bíró Szabolcs is kezdi elkötelezni magát ugyanis korszakkal. Neked mi a kedvenc történelmi időszakod? Kezdetben azt hittem, hogy van, legalábbis amikor 12 évvel ezelőtt megírtam a Fáraó lányát, azt gondoltam, hogy nekem az egyiptomi témák azok a kedvenceim. Valamilyen szinten igaz is, mert írtam 4 egyiptomi témájú regényt, de aztán írtam görögöt, írtam rómait, írtam japánt, most írok magyar történelmet, és most már sokadik magyar történelmi regényt, de hunokról is írtam. Tehát azt hiszem nincsen. Nincs kedvenc korszakom. Talán még az ókor leginkább. Még arról még fogok többet írni, de egyébként több is nagy szerelmem minden korszak. Lényeg az, hogy az ember különös cselekedetei, amelyek a történelemben meg előfordulhattak, azok meg legyenek általam örökítve. Ez a lényeg. Kor nem számít. Annyi. Akkor még lesz mit írnod, és akkor ezzel kapcsolatos az utolsó kérdésem. Jelenleg mind dolgozol? Jelenleg az Újisten szerelmesei kötet második részét írom, az Újisten bárányait. Ez viszont magyar történelem. Ez a Goldbooknál jelenik meg, majd össze valószínűleg. Az első része már megjelent tavaly, és ez a 11. században játszódik Magyarországon. És ez Orzeoló Péter és Aba Sámuel királysága alatt kezdődik. És nagyon jó a korszak, mert hasonlít a mai korszakhoz. Gyakorlatilag igen, átmeneti korszak, igen, és gyakorlatilag ott is két király váltja állandóan egymást, és gyakorlatilag kiírtják az országot. Tehát mi vagyunk olyan bolondok magyarok, hogy 1000 év óta semmit nem változtunk. Itt is gyakorlatilag két csoportosulás van, és egyik szidja a másikat. Tehát, és sajnos ez 1000 éve is ez a dolog szinte változatlan. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.